A fesztivál a művészeteknek is teret ad. A Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium harmadéves tanulói állították ki alkotásaikat a Tiszavirág témában. A zenei programot már hagyományosan a Zentai Fúvós Zenekar indította meg ismert dallamokkal. A kellemes zenéhez jó borok is társultak, számos borvidék nedűit fogyaszthatják a zentai Tiszapartra látogatók. Azért látogattunk ide, mert tudjuk, hogy a Tisza virágzás Zentán már hagyománynak számít, minden évben meg van tartva, és kíváncsiak voltunk, hogy idén ez hogyan fog kinézni. A kellemes zene és a finom bor megfogott, az idő tökéletes, úgyhogy mindenki jól tudja itt érezni magát. Károly Márta minden évben kiállítja portékáit a fesztiválon. A varrott táskák, terítők és textil ékszerek felkeltik a látogatók érdeklődését. Jó pár éve már itt vagyunk, más kiállításokon is részt veszünk, karácsonyi kirakodóvásáron, meg más vásárokon, ahova meghívnak bennünket, és általában az emberek most már megszokták, és van, amikor keresnek kis névjegykártyát, néha van akinek, ha kérnek, akkor adok, és akkor megkeresnek otthon is. A fesztivál első napján összegyűlt a város apraja nagyja, ugyanis a Tisza part kellemes atmoszférát biztosít, emellett az ide látogatók jó koncerteket hallgathatnak, borozhatnak, vagy akár a kirakodó vásárban is nézelődhetnek, vásárolhatnak. A szervezők új tartalmakat adtak a Tisza Virág Fesztiválnak, ugyanis nagyon nagy az érdeklődés látogatók is, kirakodók részéről is. Látszik, hogy kicsit bővítettük a területet is. Kicsit másképp helyeztük el a borutcát például. Van két színpadunk, tehát ami eddig nem volt, tehát két helyen szól zene. Ezen kívül van még egy harmadik helyszínünk is, ami szombat és vasárnap lesz, az pedig egy táncház, itt lent az alsó Tiszaparton. A fesztivál csúcspontja ma este 3:40-től lesz. Hajós, fáklyás felvonulást láthatnak majd az érdeklődők. Ez a három nap leglátványosabb programja. Ezt követően pedig a szegedi Gipó cirkusz népies és modern dallamaira táncolhatnak a bulizni vágyók.